Kutyarisztokraták. Sem hiszem. Mit nem hiszel el? Lőttek a kajámnak, és majdnem kinyiffantam, hogy megmentsek egy ilyen vén bolondot. Nézd, ebben a horoszkópban az áll, hogy ez életem legmáznisabb napja. Még jó, hogy így pártolnak a csillagok. Hogyan? Nagyon sajnálom a vacsorát, és örökre leköteleztél az életmentéssel. Fel a fejjel. Úgy látom, vacak napod volt.
Mi vagy te? Ó, Dándog. Te sék? Nyírszetter, oroszagár, pincsi, tudod, egy házi kedvenc. No, na, hát persze. És mit kerestél éjnek évadján a hídon, ha? Mellesleg, hogy is hívnak? Csufi a nevem, Csufi. Értem. Tádi, errefelé így neveznek, te nem igen látszol Kóborebnek. Kóboreb? Így nevezik azokat, akiket kivetettek? Éhen halok. Fázom is. Éhezem. Mindig az első éj a legdurvább. Na, Csufi, csücs le. Talán hajnalra eláll az eső. És keríthetünk valami kaját. La bamba, la bamba, egy egyebben futott a lyukba, a neve és a címe Anna Tessonban. Lili kisasszony, zuhanok, segítsen! Nyugalom, csigavér, Lili kisasszony, jaj, feldobom a pakacsot! Segítség! Segítség! Mi kutya ütök! Segítség! Segítség! Hallod ezt? Micsodát? Segítség! Ó, nézd, nézd! Oda süss! Ettél már rostos sült bagolycokot? Mi? Hogy én? Rostos sülve soha! Általában pácolva szeretem a csirkét, de hogyan szedjük le? Könnyen. A gravitáció. Segít a gravitáció. Hé, madárka! Repülj le onnan és melegedj a tüzünknél. Gyere le! Semmi vész! Remekül érzem magam! Kösz a meghívást, cimborák! De bevallom, nem tudok repülni. Hadd dobogjanak azok a lángok. Kapaszkodj, jövök! Jaj, ne! Hová sietsz? Lili kisasszony, segítsél! A kutya mindenit! Kapd el, Csufi! Kapd el! Jól van! Elkapom! Jaj, kapd el! Jövök! Remek, Tádi, pompás! Megvan! Élek! Megúsztam! Élek! Öröknek köszönhetem az életemet! Új, de! Ő az enyém, Tádi! Félig az enyém! Tuti! Tégy le róla, én kaptam el, én is kebelezem! Igazán! Igen, igazán! Mama, végem van, rostos sült papagáj leszek! Csönd legyen, te zöld sajtburger! Csak fecs merek egy baglyot! Papagáj, nem bagoly! És akkor... Halljuk! Ne! Pecsegjünk! Megfogadtam, hogy mielőtt elpatkolnék, megtanulok repülni. És hazatérek imádott anyókámhoz, leszállok mellé. Mire ő örömkönnyeket hullat. Jaj, édesimom, kedves kisfiam, a szemem csal meg, hogy tényleg tudsz repülni. Mama! És én letörlöm orcájáról a könnycseppeket, szeliden megcsókolom a homlokát. És elmondom, hogy mentett meg két hős a halálnál is rosszabb sorstól. Lám, tele lesz a pocakotok. Ti sült hús tennétek, igaz? És ez még nem minden. Száraz meleg helyen szunyálhattok az éjszaka, vagy inkább itt rostokolnátok a rozsdás rusnya híd alatt. Hallottad a nevét? Tőlem Belzebub is lehet, ha megtartja az ígéretét. A nevem Imó, déltengeri zöld pálmai Imó. Found a place to be, a house of love just right.
Ha? Mit szóltok hozzá, cimborák? Hűha! Te valóban itt laksz? Üdv a Lili villában! Az én házam, a ti házatok is, mindjárt jövök! Ügyes! Nagyon ügyes húzás volt, de honnan tudjuk, hogy nem lépsz le? A mindenit, ez egy tollas terminátor! Csiga vérbajtás! Légy jó, kutyuska! Én tartom a szavam! Na nyomás, nyúlcipő! Nem fogok bambulni, míg lóvá tesz egy pimasz papagáj. Ne, várj! Mi van, ha a madár szavat tartom? Én bemegyek. Hát, akkor rendben. Mi bemegyünk. Lili kisasszony! Szívecske hazatért! Itt van Imó, a madár király! Tudtam, hogy ez a... Daddy, nézd! Imó! Jaj, egész éjjel kerestelek és kutattam utánad. Annyira aggódtam, hogy valami komoly bajod esett. Meghúztak ki a pácból. Valóban? Ó, rettentő hálás vagyok. Szívesen látlak titeket a házamban. Gyertek, fáradjatok be! Veszettnek látszom, házőrzőt játszom. Csak mi játszol? A frászt hoztad a barátomra. Bizony, alaposan belé bújt a frász. Látom, megismerkedtetek sörtével. És ki ez a jóképű idegen? Hogy mutassam be bűvályos Bellát, a híres cirkuszi ebet. És kit tisztelhetek e rettenetben a renegátban? Kisasszony, íme tárni. Ő pedig bársony, a mi kis tini hercegnőnk. Uraim! Jelenleg nem szolgálhatok mással, csak bélszínnel nem tikertojással. Csupi, Tádi? Nálam tényleg nem csak szép szó az ígéret. Sherman, Bella, and all my sweeties, listen to this. This song is gonna make your heart beat faster. Like the London Serpentine, so don't you get confused. 100 times you'll miss the sign before you fit into your shoes. It's happy little symphony, it's gonna make you smile. Together we're a family, we'll kick it off in style. Why?
Jó reggelt, Tati! Jó reggelt! Na persze, neked is. Itt a parkett ördögének. Milyen napra virrattál, Tati? Nézd, mennyi könyv szól a repülés oktatásról! Jaj, nagyon érdekes! Jó reggelt, Tati! Már azt hittem, áthasszod az egész gyöngyűnapot. Hát, kívánjak egy is jó reggelt! Látva reggel a nap, vívályos galambpárokat. Ja, miről karattyol ez a veréb? Hogy kötöttél ki végül Lili kisasszonynál? Egy kan miatt dobtam a cirkuszt, és a kan dobott egy borzkutyáért. Lili kisasszony befogadott. Mázlit van, hogy ráakadtál. Odakin elég húzós boldogulni. Zuhanok! Segítség! Tudod, sosem maradok sokáig egy helyen. A szabadsága fontos. Te sosem akartál letelepedni? Nagyon régen. Odaadtam a szívem egy csodás labradornak. De minden labrador egy kutya. Hey, sörte, húzz innen! Tadi, Bella, sajnálom. Kapd le, sörte, mint a szél! Bársony, légy kedves! Miért nem tud kedves lenni hozzám? Két szerelmes pár! Te, repültél már valaha? Minden labrador egy kutya. Zsúrbubi. Rendben, Csufi. Én készen állok. Szállj, mint a madár, ha már az vagy kész őrre. Remélem a horoszkópja jót ígér. Kezdem a visszaszámlálást. Oké, Zsoki. 4, 3, 2, 1. Raj! Hát ez igazán klassz volt, majdnem tökéletes. Ha kíváncsi vagy a repülés csinyára, binyára, kitanítalak. Zsúrpubik mi? Szeretek itt lenni. Én is szeretek. Tadi! Csak az ajtócsengő! Visszajöttek! Jöttek vissza! Nem sokára! Ez az egész szar! Miénk lesz! Hála a gazdag nénikénk! Gyönge szívének! Micsoda bulika! Rendezünk majd! Befolyásos barátok! Imádni fognak! Drága nénikénk!
Azért jöttünk, hogy megmutassuk ezt a kiváló kiadványt. Nagyszerű otthon az idősek számára, a természet felhőkarcolói között. És mi... Úgy véljük, hogy le kéne higgadnod. Lazíts, ez a ház túl sok munkát. Ró rád! Pontosan, Ronny! Nagyon aggaszt minket az egészséged. Ronny, ne szórakozz! Csak nyisd ki a füled! Lili néni az első. Jó szív, Jónás doktor úrral kell beszélnem! Igen! Igen! Rendkívül fontos! Doktor Jószín, itt Emo beszél. Visszajöttek, itt vannak az ikrek. Hát nem elragadó ez a pompás menedék. De itt nem szabad állatot tartani. Nem kell félned. Mi lenne az én kis barátaimmal? Majd mi a kezünkbe vesszük a sorsukat. Igazán? Természetesen, néni. Természetesen nem. Én labdám! Ha szabadna! Sörte sosem hibázik! Mi történt, Ronny? Már megint nem figyelsz ide? Nos, nem számít. Most távoznunk kell. De semmi vész. Visszajövünk még. Nagyon helyes, kutyus! Téged viszlek, te dög! Téged viszlek elsőként a sintérhez, mármint aki kint érez. Végre eltűnt már a gonosz ikerpár. Jó szív Jónás jogtanácsos szolgálatára. Milyen kellemes meglepetés, barátom. Épp magára gondoltam. Úgy bizony, meglepetés. Látom, szerzett két új barátot. Rengeteg dolgot kell megvitatnunk. Arra gondoltam, hogy a kedvencei... Mire Piroska így kiáltott, én vagyok az Nagyi. De mikor lettek neked ekkora füleid? Nagy, csúnya farkas morrant egyet, és aztán a legédesebb hangján válaszolt. Minél jobban... Minél jobban, kisasszony? Bársony, Lili kisasszonynak hosszú napja volt, biztosan nagyon fáradt. Hadd aludjon. Nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Kisasszony! Lili kisasszony! Jaj! Kisasszony! Oh!
Az élet többé nem lesz olyan, mint eddig. Nem telik bele hosszú idő, és mind a híd alá kerülünk. Nekem ebből elegem van. Üres. Én elhúzom a csíkot. Na, rémes, vonyító ebek. Jó, tele a tank. Hát éhezem. Én sokkal éhesebb vagyok. Szomjazom. Így éltem én, mielőtt Lili kisasszony rám talált. Tádé, jaj, Tádé, hogy hagyhattál el? Hé, halljátok ezt? Igen! Tessék, itt van! Csontok! És mondd csak, nem hoztál valami fogamra való falatot? Hát az nem mehetek! Tádi! Igen. Van itt valaki? Ahó! Felolvasom a kisasszony végakaratát. Itt vannak az ikrek. Már vártuk önöket. Szóval, ez a függöny ócska. Ki vele? És az az onsdi bútor, ondi-bondi. Mi baja van? A kutyának. Csöndet, csöndet kérek. Tiszteljük az elhunyt akaratát. Azért gyűltünk ma össze, hogy az állam törvényei alapján ehelyt felolvassuk Lili kisasszony végrendeletét. Idézem. Igyekszem minél rövidebbre fogni. Az ingatlanom és minden tulajdonom, beleértve $1,000,000 vagyont, örököse Imó, Bella, Bársony, Sörte, Tádé és Csufi. Az én hőnszeretett állataim. Hogyan? Hogy a villából kutyaház legyen? Ez nem lehet igaz! Itt bizonyára valami tévedés lesz. Adja ide, gazfickó! Hogy fedheti mindezt az ember? 30-adjára! És egy papagájra, a papagáj nagyon fontos. Küzdeni fogok minden! Fogunk, Hani, a jogos örökségünkért! Ereszel! Hölgyeim és uraim, kérem! A Lili villában úgy az lesz! Azt majd meglátjuk! Vagállatok! Kisem, misztek! Te nem vihetik el szárazon! Megkapjuk! Ami jár! Kerüljen! Bármibe! És ne felejtsd el, hogy engem illet az 55%-a! Miért nem az 50%-a? Mert én vagyok az első szülött, tökkel ütött! Ki mondta, hogy te vagy az első szülött? Nem én vagyok! Hallom. Értem, sasúr. Mit mondtál, mennyibe kerül a repülő lecke? Bizony, sejtettem én. Pénzért bármit megkaphatsz, amire vágysz. Na, csak így tovább. Fia Tádé, jól néznél ki dölt bundába.
meg ne próbáld! Megsüketülök! Nézd, mit vettem a NASA boltban! Egy hivatalos Laika érmet, és egy csináld magad űrhajót! Laika? Akit kilőttek az űrbe? Bizony! Én leszek az első kutya a Pluton, tudod? Repülni fogok! Hallgass meg, mit ír a mai horoszkóp! A mai nap élete legszerencsésebb napja. Igen, miből találtad ki? Nem kérsz? A saját mancsommal írom alá neked. Az ügynököm szerint jól sikerült kép. Világkörüli turnéról beszél, plakátokról, újongásról, éhező közösségről. Hová tettük az eszünket? Tényleg azt hiszitek, hogy Lili kisasszony ezt várta tőlünk, amikor ránk hagyta a házát meg az összes pénzét? Igen! Jó, rendben van, de ne feledjük, a könnyen jött pénz könnyen rossz útra csábíthat. Mától kezdve, bármi történik, legalább a barátságunkat ne hagyjuk veszni. Miért hagynánk veszni? Jól van. Akkor... Lili kisasszony emlékére fogadjuk meg, hogy mindig összetartunk. Egységben az erő! Mindenki együtt! Lili kisasszony nevére esküszünk! Mindenki együtt! Helyes. Megyek motorozni. Velem jössz? Nem sokára. Előbb gondjaimba veszem a körmeimet. Bizonyára vannak kutyatörvények! Városi rendeletek ebek számára! Ne higgy el mindent! Hidd el nekem, bizonyára! Törvények! Figyelj, tyúkeszű! Hogy birtokolhatnának? Hogy birtokolhatnak a kutyák emberi tulajdon? Á, törvényszavak! Menjünk és forgassuk ki! Kutya teringettét! Rühös ebek! Aki ingatlanmal bír, és 48 óránál hosszabb időre elhagyja azt... Te vezes! Én olvasok! Jáj! Az előbb említett birtok tulajdonjoga azonnal és automatikusan átruházódik a legközelebbi érő emberi... Azaz ránk! Tehát, ha kicsalogatjuk őket a házból... És két a pitából is tart! A bőrünkbe hull az egész birtok, de erre forduljunk! Szakértőhöz! Dr. Háb, kutyológus, szolgálatukra, fáradjanak be! Jó, ott jó, nagyszerű! Jó! Tehát, mi a problémájuk? Beilleszkedés?
Etikett hiány? Rágás? A kezelés. A rágással lehet a gond. Kitellettek előbb? Engem! És hogy táplálta önöket az anyjuk az elején? Ha? Bébétellel. Háromszor. Anyatej egy csöpse! A depresszió magyarázata tehát az akkori idők feldobott hangulatában rejlik. Ugatnak az idegenekre? Az együttműködésüket kérem! Bizonyára el akarnak jutni a legbenső ebükhöz! Figyel! Nekem kutya bajom sincs a benső Az én edemmel. Gondom! Öt kutya és egy papagáj az én házam bensejében! A mi házunkban! A legjobb helyre jöttek! Asztalon? Haszon? Halasztás? Ó! Oh, ház! Haha! Kipenderíteni a házból! Kell hozzá fénykép, lábnyom, szörminta, hangfelvétel, bármi, ami felfedheti az állatok gyöngéit. Aztán már a mancsukban vannak a kezükben. Tehát hozzanak fotókat! Imó! Gyere le! Megint keres az öreg fűszeres! Neki a baj velem, bársony! Sörtek, hol a hitelkártyám? Épp edzést tartok, különben se vagyok a személyi szolgád, keresd meg magad is, akaszd a fületet! Na jó! 50 steak, 100 kg leves csont, ami jó sok a husi, nem érdekes, sokkal drágább. És figyelem, importált legyen! Hoppa, nyomd meg a gombot! Hívás, várakoztatás a 6-oson! Bella! Vedd fel a kagylót, az ügynököt keres a 6-oson! Hé! Ki rendelt úszómedencét? Már megint Sörte? Én voltam itt előbb. Mit hordasz itt össze? Én voltam előbb a tornateremben. Az én karrierem sokkal fontosabb. Te csak a testépítésre pazarlod a pénzünket. Bella! Már beleegyeztem az utazásba, Rózsa úr. Igen, igen. Persze, jól van. Mit mondott? Hová küldjem a csekét? Balra? Följebb! Oh, hello! Megmutassam az új súlytalanság szimulátoromat. Tetszik? Űrkiképzésre való súlytalan, tudod, lebegés. Jaj, ne! Már megint ez az űrkutya ízé. Én láttam Lajkát a tévében, és Csupi, te nem vagy Lajka. Te meg nem vagy szupermodell, bársony. Mi? Hé! Hogy mersz így beszélni velem? Te nem is tartozol közénk! Bizony, Csufi, ne beszélj így szegény bársonnyal! Nem pocsékolom arra az időmet, hogy társalogni próbáljak két pénzéhes ebbel! Jaj, my girl, yeah! Hölgyeim és uraim! Bársony a szupermodell elragadóan fest ebben a vadonatú zsüzsgő iruhában! Ó, oh, lesipotósok, lesipotósok megpróbálnak lefényképezni! Próbál meg téged, micsodát? Lesipotósok! Lesipotósok ott rejtőznek! Csocsmány szagot szimmantok! Tökéletes a kép! Maga a tökély! Ez bársony is! Ez meg Bella! Gyönyörűséges! Még hajadon? Tehát, Bella híresség szeretne lenni. Csufi szeretne eljutni a Plutóra. Oh, Sörte olimpiai bajnok szeretne lenni! Imó úgy akar repülni, mint egy igazi madár! És? Bársony a divat és a külcsin megszállottja. Ha-ha! Na hát, tudnék neki egy jó állást. Nem azért fizetjük, hogy szobalányt vegyen föl. Csics! Figyeljenek rám! Először is! Miért nem fényképezték le Tádét? Azt hitték, nem szúr szemet, mi? Több odafigyelést kérek! Hozzá kell a fejét! Tádé fejének fényképét. Dr. Háp mindent tud. Figyelem, a következőket fogjuk tenni. Először is. Másodszor. Bella, nem jössz velem motorozni?
Drágám, sajnos most nem érek rá. Rengeteg fotót kell aláírnom a rajongóimnak. Rajongók? Miféle rajongók? Türelem, Tádi, türelem. Látod, most elrontottam miattad. Kapcsold már ki a vakut! Lekaptam! Lekaptam! Ha-ha! Óriási! Lehet, hogy a végén valóban én leszek a lesi-lesi-lesi fotós tudó! Hát, lesi fotós, te félesző! A legközelebbi benzinkútnál megállunk és felhívjuk azt a libát! Egy éjre jöttem, de itt ragadtam. Sok sikert és vigyázzatok magatokra! Üdv, Tádi! Ez az ebb! Egy mukkot se szólt. Azt hittem, hogy mi ketten. Keressük meg és hozzuk vissza. Nyugi, elcsípem. Úgy is kocogni készültem. Nyugi, mintha ez lenne az életed jelmondata. Veled tartok! Kinek kell lesz? Labradorok? Mind egy kutya? Dr. R.R. Happ az önök szolgálatára! Alapítványunk olyanok vágyait teljesíti, akiknek már mindene megvan, és a mai nap lesz majd életük legszebb napja! Csufi úr, látogassa meg a Plútót! Üdvözlöm! Bársony a divatvilága ön előtt hever! Imó úr, szárnyaljon a messzi égekbe! Csörte úr, lépjen elő, bajnokok gyöngye! Bella kisasszony, merre van? Az ügynöke már nagyon várja. Rózsa úr küldte magát, igaz? Na, persze! Bon voyage! Arrivederci! Ó, oh, anyám! Mennyire imádom ezt az állást! Ez az! Roni, állítsd be! Az órát! Kész! Az idő 7:00 perc. Kezdődjék! Kezdődjék a visszaszámlálás! 48 óra múlva! Pont ebben a percben! Lili kisasszony birtoka! Visszaszáll jogos örököseire! Rám! Ránk! Csináljunk valami igazán észtveszélyt! Persze! Befelé! Azonnal! Miért is ne? Most már semmi sem állhat az útunkba! Ez meg miféle bombom? Annyira fincsi, mintha repülnék! Na hát, repülök! Milyen magasra fel a felhők közé! Mi legyen? Tandemugrás vagy szabadesés? Mit hord itt össze? Hogy kerültem ide? Álljon fel, megmutatom! Rémálom! Mama! Nem spóroltak a rummal. Hé! Egy pillanat! Ez nem a divatvilág!
Ho-ho! Életem legmázlisabb napja. Én leszek az első kutya a világon, aki eljut a Plutó bolygóra. A Plutó felé tartunk, igaz? A legutóbbi kísérlet alanyát 62.000 RPM-en anyagtalanítottuk. Lássuk, hogy bírja ez a pillanat. De 25.000-nél gyorsabban ne pörgessük, mert túl öreg a teljes meghajtásra. És itt az ügynököm? Hogy kerültem ide? Én artista vagyok, Lili kisasszony milliómos kutyája. Add már abba a nyafogást! Mindannyiunkat az írhaüzembe visznek. De ne izgulj, Csöpi. Te még visszatérsz. Az ügynököd felesége a belőled készült írhabundában parádézik majd. Ezt nevezem én! Jó életnek! Segítség! Jaj, szűzanyám! Segítség! Ivo! Ügyes vagy, pajtás! Tudtam, hogy menni fog! Micsoda? Ugyan már! Jó magasra szálltál! Nem! Nem, teljesen félreérted! De ne menjen! Ne menjen! Segíts! Szép volt, Imó! Szép volt! Mellesleg már postára adták a csekkemet! Nézzék nekem! Mivel szolgáltam rá erre? Segítség! Segítség! A 23-as csatorna időjárás jelentését láthatják. A helikopterünk a belváros fölé ért, és amint észrevehetik... Mit keres ez a madár? Még mindig a városban! Mi lesz, ha azok a rémes állatok? Visszajönnek, mielőtt lejár a 48 óra! Na igen, akkor mi lesz? Nem bírok tovább! Lezuhanok, lezuhanok! Képtelen, kedves világ! Tádi, merre jársz? Tádi! Tádi! Imó! Jaj, Tádi! Alig hiszem, hogy rátaláltam, Cimbora, Cimbora! Imó! Hogy kerülsz te ide? Már tudsz repülni? Föntről jöttél? Igen, mondjuk. Nincs idő csevegésre. Haladéktalanul vissza kell jönnöd. Meg akartok ölni, és... Lassan a testtel, lassabban. Minek sirálkozni? Muszáj! Fogd fel végre, Tádi! Valaki meg akar ölni! Mindannyiunkat! Hogy? Még Bellát is? Mindenkinek ez a sorsa. Egy nap majd érted is eljön, meglátod. Ki? Dr. Hám! Az meg ki? Csípjük nyakon! Hé-hé! Egy csípvel az erőt, Tádi! Na? Hová tetted Bellát, te? Te két lábon csámpázó, poshat libaragú! Pontosan mi a kérdés? Mintha felfortyant volna benned a harag. Nem akarsz beszélni róla, Tádi? Aha, honnan tudod, ki vagyok én? Az ikreknek dolgozol, vagy csak beszélben. Ki vele? Mi a tervünk? Egy régi törvényt fedeztek fel. Hamarosan ők lesznek a Lili Villa jogos tulajdonosai! Micsoda! Őket illeti, ha csak nem tértek vissza a birtokra, mielőtt letelik a 48 óra!
De tekert ki a nyakam! Hol van Bella? Mit műveltél veletől? De... Más egy kicsit közelebb van. Segítsen, Lili kisasszony! Megígérem, hogy többé nem leszek önző! Bársony! Mi vagyunk azok! Ugorj fel! Feszes, mint Rocky hasa! Nem juthat be egy balha se! Azok a gyönyörű dögök örökre odakint hörögnek! Te jössz, Rexy! Már alig várom. Én a vadkutyára fogadok. Ezek a jegyek egy vagyomba. Hé, ismerem ezt a nózit. Nem Lili kisasszony bandájából? Mérget mernék venni rá. Ez sörde. Nyomás, Rexy, te leszel a következő áldozat. Nem igen fűlik hozzá a foga. Tudjátok, mire gondolok? Igen. Mentsük meg a komát. Hé, ne veszítek el! Mit műveltek? Azonnal gyertek vissza! Hajnali 3 óra múlt, Hápi. Tele van vele a hócipőm, hogy egyfolytában körbe-körbe jár. Nyugalom! Higany le, Tádé, nekem se felhőtlen szórakozás. Hová tetted be? Azt hiszem, sejtem, merre lehet, Csufi? Öt, négy, három, kettő. Mi ez? Végveszély! Már is megyünk! Hé, Csupi, semmi vég! Jaj, Csupi, úgy örülök, hogy itt vagy! Te vagy az én hősöm, Csupi! Olyan magasan voltál! Mi? Hogy én? Én? Hogy? Tényleg? Hé, mi történt? Miért vagytok ma ilyen kedvesek? Itt nincs senki! Jaj, szegény sörte! Én azt hittem, itt van! Esküszöm! Esküszöm! Ne esküdözz nekem! Inkább hápogj! Hol lehet Bella? Nem emlékszem! Nem! Esküszöm, hogy kisütöm a májadat reggelire! Tádé, kifutunk az időből! Mi az utolsó hápogásod? Elment egy útra, már, mint a világ körül, már mint egy turnéra. Azt hiszem, jól van! Nézzünk körül a kikötőben. Száguldok, Bella! Megmentelek! Szemed, mint a sasímó. Nyomás! Nyomás? De hová? Jaj, Tárdi, hogy akarunk nézni? Teljesen elment az eszem! Tehát nem tudok repülni! És nem tudok út is meg! Hallgass! Mintha hallanék valamit! Segítség! Te is hallottad? Segítség! Bella! Segítség! Segítsen valaki, kérem! Bella! Szeretlek, Bella! Én is szeretlek! Jaj, jövök már, Bella! Ó, Dádi!
semmi baj. Tádé, annyira hiányoztál. Könyörgöm, térj magadhoz, Tádé. Tádé, felhely, életben vagy. Nem tudom. Tudsz mozogni, Tádé? Talán, esetleg nyalogass tovább, az sokat segít. Ennye, benne. Csőgáz! Azok nem Tádé meg a többi cimbora? Végre rájuk akadtunk! Tádé, ébredj! Itt van sör, te nézd! Sör, de már azt hittem véget! Tényleg, aggódtál érte? Én? Hát, nos, meg lehet. Szevasz, haver! Hol jártál? Mondanom kell valamit. Jól tudjátok, a kisasszony azt szeretné, ha együtt maradnánk. Azt remélte, hogy egy nap valóra váltjuk az álmát. Álmát? Milyen álmot? Honnan tudsz erről, Tádé? Hallottam, hogy a doktornak mesélte. Azt szerette volna, ha a villa menhely lenne, ahol a világ összes elűzött és elbitangolt állata menedékre lenne. Eresszük be a hajléktalanokat? Igen, pontosan. Ahogy minket is beengedtek. Ó, milyen pompás ötlet! Végre is hajtjuk a kedvéért! Valóban? Tudnátok úgy törődni másokkal, ahogy Lili kisasszony velünk? Igen, ha mind összetartunk. Barátként, örökre együtt! Örökre együtt! Az élet szép! Mindjárt beköszönt a holnap, Roni! Merüljünk el mélyen az államban, hogy reggel mesésen pessünk, mikor hivatalosan is milliomosok leszünk. Hani, mit eszik egy milliomos reggelire? Töltött papagájt és kutyakolbászt és pesgőt kortyol rá. Sikerült? Sikerült! Hey, mi ez? Nézzétek! Az ikrek. Csaltak. Előbb költöztek be. Na hát, ez törvénybe ütközik. Hogy pihetik el szárazon? Nos, nincs vége, míg nincs vége. Ki kell tennünk a szűrüket? Úgy van! Félek az emberektől! Figyelem! E perctől fogva nem fogtok rettegni tőlük, sem senki mástól. Tehát, fél valaki? Hely, és munkára föl! Pazar! Csitt! Lapuljatok! Csak csöndesen! Utána! Skacok! Nem sokára felvirrad a hajnal! Eltorlaszolták a bejáratot. Ezt nem úszhatják meg épp bőrre, ez a beszéd, sörte! Váljunk szét! Keressünk egérutat, ajtót, ablakot, bármit, amit nem vettek észre! Ez meg mi volt? Zuhogni fog? Na tessék, lőttek a szunyának! Rühellem az idegen ágyakat! Nyúj el, lazulj el! Gondolj arra a sok pénzre, amit én! Mika szállunk be holnap! Hallgass és aludj! És ne nyomogj, miközben szopod az ujjadat! Na? Egy új nyírés, nem sok, annyit se lehetünk. Akkor most mihez kezdünk? Gondolkodom. Fázom. Esni fog, igen, én is fázom.
menjünk el valahová melegedni és vacsorázni, és gondoljuk át a dolgot. Na, kapj a fejedhez! Ha most nem jutunk be a házba, többé sosem lesz az otthonunk. Nem értitek? Ez az utolsó esélyünk. Hé, tudjátok mit? Ahányszor felmentem a tetőre repülőedzésre, a vadászajtó mindig nyitva volt, sose zárják be. Imó, te tudsz repülni. Micsoda? Én? Tudok repülni, de csak lefelé. Sörte, elég erős vagy hozzá, hogy feldobd a tetőre? Kipróbálja. Nem, soha. Mi lesz velem, ha céltél lesz? Ugyan. Rajta, csináld csak, ne. Sörte. Ne. Te megölted Imót, Imó. Imó, Imó, szegény kis madár. Én nem. Tádé, ő kényszerített. Végünk van. Vége az ikrek győztek. Au! Ó! Ez meg hogy került ide? Kötelet hurkoltak rá. Igen! Sörte! Először a legkönnyebb megy föl, bársony, világos! Persze, értem. Én fedezem a popsinkat. De minek? Az ikrek már a házban vannak. Hé, hagyjátok már abba! Mi a nyavaja ütött már megint beléd? Belém? Egy óriási kutya egy piknik kosárban! Épp most intázott el az orrom előtt, az ablak túloldalán! Oly sok éjszaka közül miért pont ezt választottad, hogy az agyamra menj? Csönd legyen! Aludj! Most rögtön! Vagy esküszöm, hogy kihajítalak a verandára! Hé, az az ajtó! Hová vezet? Honnan került ide ez az ajtó? Még sosem vettem észre. Talán ez a ház titkos bejárata. Psz, gyerünk! Lili kisasszony! Ez Lili kisasszony! Nyugi kölykök! Ez csak egy szobor! Nagy macska! Csöndet! Ne essünk pánikba! Nincs itt semmi gond. Csigavér! Kelj már fel, Hani! Halljátok? Reggel 7-re a Lili villának befellegzett. De van egy ötletem. Ne feledjétek, nagyon fontos. Nem hiszek a szememnek! Hani! Hani! Egy szörnyű a folyóson! Ott lapul! Ott lapul a szörnyeteg az ajtó mögött! Mami! Hallod? Csak ezt ne!
ideje távoznak. Lili kisasszony! Bántani akartátok az állataimat, és elorozni az ajándékomat. Átok rátok, hagyjátok el a házamat! De mi egy vérből származunk, emberek vagyunk, akár csak te voltál annak idején, ez a ház engem illet, ez... A jogos örökségünk! Különben is, nem egész egy óra múlva! A miénk lesz! Minden a miénk! Az állatoknak is vannak jogaik. Főben járó bűnöket követtetek el ellenük. Tűnjetek el, vagy drágán fogtok megfizetni. Nem megyünk mi sehová. Mindig erre a házra vágytam. Neked már nem kell. Nem, neked már nem kell, hiszen elpatkoltál. Ronnie és Honey, végetek van! Búcsúzzatok el a villától! Ronnie, merre vagy? Ki az a tökfej, aki beszögelte az ajtót? Csapda! Kelepce! 30 perc van hátra! 30 kis tiktak, és az életünk sinel lesz minden holnapunk érdekében! Előre! Lássuk csak! Talán csak egy haraplást. Gyere! Gyere csak te mojrát a kurjongató szőnyeg! Na, pont neked mondod, hogy probléma van. Jaj, Tádi, nem esett bajod? Az átkozott dögök! Jaj, ne! A kutyák visszatértek a házba! Rettentő! Észvesztő! Az ajtó! Igen, nyissuk ki! Nyissuk ki az ajtót! Ronnie, kifagyott a gáz! Miféle gáz? Gyorsan, csinálj már valamit! Halló? Dr. Joseph? Dr. Joseph? Azonnal kapcsolját, doktor urát! Mit? Hány óra van? Hogy ne tudnám, hány óra van? Ajaj, 5 perc múlva 7! Mit is tehetnék? Rájöttem! Na, így kell kezdeni a napot. Ó, vigyázzatok! Sörtem megveszett! Megtébolyodott! Meneküljetek! Jászusom! Veszett kutya! Veszett kutya! Jaj, ne harap meg, kutyuska! Roni! Roni, segíts! Kérlek, megmérkezett egy veszett kutya! Hé, egy pillanat! Sok cukorral!
Roni, gyere már! Elhajt óra! Szorítsuk ki őket! Nem akarok! Miénk a diadal? Gyorsan, vissza! A vigyillónkba! Géztünk! Mi géztünk! Gazdagok vagyunk! Milliomosok! Nekünk befellegzett. Igen, végünk van. Vesztettünk. Annyira sajnálom. Kudarcot vallottunk. Csufi! Hol van Csufi? Ez meg mi a frászkalipa? Sok-sok mat. Engedjenek ki! Gyerünk, gyerünk, öreg haver! Kilövés! Győztünk! Nyertünk! Sikerült! Sikerült! A birtok a miénk! Minden a miénk! Óriási győzelem! Minden, amit itt látunk, az enyém! Mind az enyém! A fák! A falak! A járda! Az utca! Miféle utca? Ott van a kutya elásva, hogy ez a miénk! Ha-ha! Győztünk! Kiebrudaltunk benneteket! Kifelé! Ha-ha-ha! Szóval le is út, fel is út! Sipírc! Ho-ho-ho-ho! Hé, csak óvatosan! Vegyetek nagy levegőt! Mi csoda? Nem hiszek a fülemnek! Hisztek neki vagy sem? Miénk a diadal? Csufi, oda bent van! Mi történt? Ez a kóbor Eb a birtokunk előtt prédikál, és... Azt akarja bemesélni, hogy övé lett a házunk! Hetet havat összehord, mint egy holdkaras! Ó, igazán? Oda nézzetek! Fogják el az ikreket! Illetéktelen behatolók más házában tanyáznak! És megrögzött csendháborítók! Tutyiba velük! Hé, álljunk meg egy szóra! Mi vagyunk a villa tulajdonosai! Nem ezek az állatok! Tévedés! Hétkor Csufi és Imó bent voltak a villában! Tehát a törvény a kutyák mellé áll! Irány a cella! Győztünk! Mi vagyunk Lili kisasszony kutyái! Igen! Milliomos kutyát! És egy papagáj! Ne felejtsük el a milliomos papagájt! Tádi! Bella! Lili kisasszony! Merre van? Itt vagyok a házban, Tádi! Sőt, én vagyok a ház! Olyan büszke vagyok rátok! Örülök, hogy folytatjátok a munkámat! Együttes erővel! Nem hagyjuk cserben a kisasszony! Tisztában vagyok vele! Ne is szaporítsuk a szót! Ezer dolgunk van! Kicsit jobbra, még egy kicsit jobbra. Ó, nem, kicsit vissza, egy kicsit inkább balra. Ez az, pompás úr. Tökéletes! Óriási! Nagyszerű! Tudjátok, sose láttam ennél szebbet. Mit gondoltok, jön majd valaki? Időbe telik, amíg híre megy a dolognak. Persze, persze, főleg, ha a kapu zárva marad. Ó! Igaz? Okay.
gyere vissza, semmi baj. Neked is jut hely bőven. Bízzátok rám. Bagoly legyek ez meg, ott most bagoly vár, ha a jó hír szárnyakon nem száll. Van egy olyan érzésem, hogy estére itt teltház lesz. És nem csak ma estére. Magyar hangok. Hol Nándor, Fekete Zoltán, Besenyei Emma, Imre István, Gruber Hugo, Farkasinszki Edit, Kárpáti Levente, Kisfalvi Krisztina, Kassai Ilona, Csuha Lajos. Magyar szöveg Szojka László. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat az Intercom RT megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készül. Produkciós vezető Legény Judit. You're nice.